Tyúkot fő utcáján kapott helyet ez a nemrégiben felépített impozáns épület, amely a település piacaként üzemel majd a jövőben. Az eredeti terv szerint a vásárteret a művelődési ház mögé építették volna. A látványtervek megtekintése után azonban úgy döntöttek, hogy a központban kapjon helyet a község új égköve. A település 100 millió forintot nyert el egy vidékfejlesztési pályázaton, így a jövőben már korszerű feltételek között vásárolhatnak a helyiek, és értékesíthetnek az árusok. Itt szabadon utcafronton árult mindenki, tehát hétfői napokon van nekünk egy rendezvényterünk, ott mindenki kipakolt, ott árusított, és akkor jött ez az ötlet, hát csináljunk mi egy ilyen helyi érték termelői piacot. És így jött ez létre, képviselő úrral megbeszéltük a dolgot, a képviselőtestülettel megbeszéltük, és így jött ez létre, hogy megcsináltuk ezt a piacot. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője úgy látja, a komfortos körülmények mellett fontos az is, hogy a település egy új közösségi színtérrel is gazdagodott. Az itt találkozó emberek nem csak eladnak-e, megvásárolnak, hanem elmondják a problémáikat, érdeklődnek egymás problémái iránt, és a mai 21. századi társadalomnak a legnagyobb problémája az, hogy nem érdeklődünk egymás iránt, elmegyünk egymás mellett. Vannak ezek a régi romantikus időszakra való visszaemlékezések, mint például én a kocsmát hoztam, vagy annak idején még szerettem kuglizni, járni, meginni egy popa sört, vagy éppen felbrizni egyet a csapattal, mert jó volt mással, barátokkal jóban lenni. Most vagy van egy baráttársak, akivel leülünk bográcsolni, de nincs szintér. És én azt javasoltam polgármesternek, hogy ez legyen egy közösségi szintér, legyen a találkozások helye, és az ókori agórával hoztam párhuzamba, hiszen ott is a piac az agóra kifejezésére egy közösségi szintér is volt, ahol még a politikai hitvallását is megvallhatta valaki, vagy éppen vitatkozhatott. Na, ezeknek a funkcióknak kellene ezeknek az épületeknek eleget tennie. Kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújt a helyiek számára ez a tó is, vélhetően ezért is kapta a pihenő tó elnevezést. A vízpart mellett fut az a Nagyecset felé vezető mellékút is, amelyet idén fognak felújítani. Ez a bölcsőde pedig tavaly nyitotta meg kapuit Tyúkodon, az új intézményt az óvoda mellé építették fel. Ez egy 200 millió forint értékű beruházása volt a községnek. Még egy éve sincs, hogy átadtunk 200 millió forintos bölcsődét. Nagyon jól működik a bölcsőde. Közeljövőbe Tyúkod Nagyecsed összekötő utat fogjuk átadni, tehát jelenleg folyik a közbeszerzés, reméljük sikerülni fog, az egy 300 millió forintos projekt. Nagyecsednek már van kivitelezője, mert ugye azt is a nagyecsedi kollégával, Kovács Lajos kollégával egyeztettük, hogy tehát mind a ketten benyújtjuk a pályázatot. Ők is benyújtották, mi is benyújtottuk, mint ahogy említettem a köszöntőmbe, olyan kormánya van Magyarországnak most, aki a vidéket támogatja. Mind a kettőnk pályázatát elfogadták, és eredményes lett. Tyúkodon jelenleg az egészségház korszerűsítése és egy játszótér építése van folyamatban. Ezeket a tervek szerint az augusztus 20-ai ünnepséggel egybekötve adják át.